És igen, ahogy ez elhangzott, ez itt a nagy kép, Németh Róberttel pedig itt is vagyunk, és itt van velünk november. Erről lesz szó. Jó estét. Ebben a műsorban. Amint nem neked, így nem itt szoktam köszönni, hogy jó estét, ezt a kedves hallgatóknak mondtam. Igen, igen, ősztél, melankólia, rossz idő, depresszió. Hát ezeket szakaszoljuk végig. Tehát, illetve, bocsánat, történetileg úgy alakult, hogy annyit mondogatta te, hogy mennyire utálod az őszt meg a telet, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor ezt mint egy elimináljuk egy műsor keretében. Beszéljünk erről hosszasan. Hát, és úgy, hogy szakaszoljuk, tehát, hogy beszélünk ennek az érzelmi részéről, ehhez zenész kollégádat fogjuk segítségül hívni, beszélni fogunk a lelki, a pszichére gyakorolt részéről pszichológussal, beszélgetni fogunk a fizikai bajokról egy orvossal, és aztán az energiapiacról. Fogunk a ezzel együtt járó fűtési szezonnal energiapiaci szakértőken, és aztán végén be fogjuk hívni Vogyarák Anikó kollégánkat. És dumcsizunk. Egy kicsikét erről a novemberi helyzetről. Akkor vágjunk bele. És ennek örömére itt is van velünk első vendégünk, Lázár Domokos, zenész, jogász, jogász-zenész. Szia! Sziasztok! Szia! Figyelj ide, tél, ősz, november, depresszió, eső, hóesés, melankólia. Sötétség, melankólia, és rád gondoltunk. Mit szólsz ehhez? Hát ez nagyon megtisztelő. Ritkán mondanak ilyen pozitívat. Köszi. Mennyiben vagy ehhez hozzászokva? Hát figyeljetek, én már megszoktam azt, hogy kb. Minden második interjú azzal kezdődik, hogy miért ilyen szomorú a zenétek, mi bajotok van, meg nem is tűntök annyira szomorú csávónak, úgyhogy hozzászoktam már ehhez. Hogy egyébként tényleg nem tűntök szomorú csávónak, ez ugye már jelent téged és Ágoston nevű öcsédet, és a novemberen túlmenően az apropó az, hogy most jelenik meg lemezetek. Egyébként együtt zenéltek az Esti Kornélban, amelyik zenekar szintén lélekbe markolóan melankólikus számokkal tudja megörvendeztetni szép számú fiatal közönségét, illetve együtt zenéltetek Robival, a Pegazusok nem léteznek, szintén mélyen depressziós zenekarban, és ezeket a számokat is, már mint mind a Pegazusokat, mind az Esti Kornélt játsszátok Ágostonnal közösen is a Lázár Tesók nevű formációban, amelynek utoljára egyébként én egy nyári időpontban voltam a koncertjén még tavaly, amely szintén meglehetősen melankolikusra sikerült Óbudán a ottani polgármesteri hivatal udvarán, vagy amellett lévő közösségi hely udvarán. Mondjál valamit arról, hogy milyen lemezetek lesz. Hát ilyen, vannak ugye ezek az ilyen standard válaszok, hogy ez lesz életünk lemeze. Hát, és nem? És társai. Hát ezt nehéz belülről szerintem megítélni. Talán nem is versenyez, úgyhogy nem innen közelíteném meg a választ, hanem talán onnan, hogy most az előző lemezhez képest több vendégzenész szerepel a lemezen, lesz egy-két dal van, rendes élődob, Gészabó Hunor által elővezetve, aki szerintem a Kaliton zenekarból lehet talán a legismerősebb az embereknek, de egyébként ugye jazzdobos. Kisper és a Lovasi formációban is. Igen, Kisper és a Lovasiban is. Tehát, hogy ő egy ilyen nagyon jó nevű, és nagyon, tényleg szerintem az egyik legjobb jazzdobos Magyarországon, ami mondjuk az előző lemezhez képest, hogy ott ugye nem volt dob, ez például szerintem egy ilyen jelentős változás lesz. Egy kicsikét talán olyan szerteágazóbb lesz a műfajilag is, de hát majd jövő vasárnaptól, illetve nem, már most vasárnaptól meg lehet majd hallgatni, úgyhogy mindenki eldönti, hogy milyen. Nem lesznek, azt hiszem, hogy ilyen Sunshine Disney napfény című és jellegű dalok, úgyhogy maradtok a rohadt eső vonalon. Egyébként te novemberre mi playlistet állítanál össze? Mondjuk, novemberre? Igen, fürdőkádban való érfelvágáshoz. Legyen benne mindenképp Tom Waits-től a November című dal.
Hát figyelj, össze tudnék állítani. Most nem tudom, hogy egy ilyen 20 dalból álló listát felsoroljék itt a rádióban. Lennének olyan előadók, akik biztosan benne lennek, egy Tom Waits az valószínűleg bekerülne. Nick Cave is például, ha már ezen a vonalon vagyunk. Egyébként fogadni fogunk egy pszichológust, és akkor szóval most már meg fogom kérdezni, hogy azok, akik érzékenyek novemberre, erre az időszakra és arra a néhány hónapra, ami most közeleg, azoknak mondjuk, ha a zenei élményt akarnak, akkor mit csináljanak? Valahogy feküdjenek rá erre a hangulatra, vagy pont ellenkezőleg jöjjön a bamboléjú? Hát azt feltételezem, hogy ez mindenkinek más, tehát hogy mindenkinek más működik. Nekem jót szokott tenni, hogyha a szürkeségbe még egy kis rádióadat bekapcsolok, és az valahogy segít. Beleülni az érzésbe. Hát igen, és hogy szerintem ez azért is jó, vagy nekem azért tetszik, egyébként szerintem is. Ilyen melankolikusabb zenéket hallgatok ilyenkor, mert azt érzem, hogy kevésbé vagyok egyedül, most ez bármilyen hülyén is hangzik, de hogy tényleg azt érzem, hogy jé, ugyanezt érzem, mint ezek a csávók, milyen jó. Nézzük a dalszerzői oldalát, picit van a dalszerzésnek ilyen évszakhoz köthető valamilyen periodicitása? Az ember nyáron mondjuk nem ír, ősszel-télen inkább tud befordulni, mármint a dolognak nem a depressziós, feltétlenül depressziós értelmében, hanem a elmélyültség értelmében. Van ilyen egyáltalán? Hát nálam biztos, hogy van, és valóban van egy ilyen összefüggés, hogyha jó idő van, süt a nap, akkor nem biztos, hogy a próbaterembe akarok lerohanni, és ott a jó melegben valamit csinálni, hanem én is, mint mindenki más, próbálom élvezni az életet ebbe az értelemben is, hogy a természetben lenni, meg kint lenni, meg kirándulni. Tehát, hogy az biztos, hogy az ősz az ilyen befele fordulósabb alkotói szempontból is nálam, vagy a tél. Nincs kedved kimenni, és igen, egy kicsikért talán így a kreatív ényérés az embernek jobban hat az, amikor így be van zárva, és könnyebb elmélyülni nekem, legalábbis amikor beköszönt az ősz. Most egy nagyon hülye kérdést fogok föltenni. Akkor tett föl. A szokásosnál is hülyebbet. Hogy említetted, hogy szoktak ezzel megtalálni, hogy olyan melankolikus befordultak a dalaid. Nyilván lehet azt mondani, hogy meg hát mondod is, és joggal mondod, hogy egyébként a dal nem az emberrel egyenlő. De ha egyébként próbálnál valamilyen tartalmi választ adni, hogy egyébként miért ilyen dalokat írsz, akkor nagyjából mit tudsz erre mondani? Igen, ez tényleg hülyére sikereltett ez a kérdés, ne haragudj, hogy ilyet igen, de hogy keresetlen igen, de most gyersességgel. Értem. Igen, de valamit erre, igen, azon túl, hogy most ezen így jól elheheréztünk, hogy ezt nehéz megkérdezni, de hogy mégiscsak érdekelni, hogy erre milyen választ lehet adni? Hát szerintem a legegyszerűbb válasz erre az, hogy ilyen alkat vagyok. Tehát, hogy azt hiszem, hát hajlamos vagyok a melankóliára, meg nem tudom, a depresszióra, abban az értelemben, amiben azért így általában használjuk, tehát nem feltétlenül az orvos értelemben vett depresszióra gondolok. Hál' Istennek volt ugye a múltban ilyen szakaszom talán egy rövid ideig, de hát alapvetően egyszerűen fogékony vagyok erre, és szerintem nagyon sokan vagyunk így, tehát hogyha megnézitek a művészetnek a nagy történetét, vagy akár a popkultúrának, azért ennek. Tehát, hogy szerintem van egy szocializációs része is, ilyen zenéket hallgatott az ember fiatal korától kezdve, tehát ilyennek gondolja a jó zenét, a jó művészetet, amiben van egy kicsi spleen, egy kicsi melankólia. Tehát szerintem van ennek egy ilyen tanult része is, meg hát azért, hogy összességében, hogyha az életet úgy globálisan nézem, én nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen nagyon vidám dolog, úgy alapjáraton. Persze, jaj, de jó hallgatni ezt a fiatalságtól, tehát ugye te jóval fiatalabb vagy nálunk, és akkor már hát levontad az életnek ezt a tanulságát, hogy
Ez nem feltétlenül vidám dolog, és nem tudom, hogy ez mennyire alkat kérdése, mert Lázár tesókon, mint említettem, tavaly nyáron voltam utoljára, viszont idén nyáron voltam, ahogy egyébként szoktam, esti Kornél koncerten, és hát, hogy is mondjam, nem a legstabilabb állapotomban Kapolcson a koncerteteken. Mellettem állt egy kigyúrt, meglehetősen fiatal, tényleg olyan, mint akit most szalasztottak a fitnessteremből egy ilyen újatlan pólóban, és arra lettünk mind a ketten figyelmesek, hogy tökéletesen el vagyunk érzékenyülve tán az Éjszaka van című számotoknál, ami egy szerelmes dal, szintén nem vidám, és a srác maga volt az élet igenlés, és látszott, hogy tényleg a maga korai 20-as éveivel minden, ami ezzel jár, az megvan, és hogy a teljes rezonáltság a hangulatra, a dalra, a mindenre. Tehát mondom, ez nem feltétlenül alkat kérdésem. Ja, hát szerintem nyilván az ilyen életszakaszok kérdése is, tehát nyilván lehet, hogy ennek a srácnak is volt egy olyan fél éve, amikor nem volt jól, és akkor ezeket eszébe jutatják az embernek ilyenkor az ilyen dalok. Hát ja, hát annyira összetett szerintem egy emberi élet, hogy abban vannak nyilván ilyen megomlások, meg bezuhanások, és ezekre valószínűleg... Megomlások, ez mennyire jó szó, ezt valahova elrakom. Most hallottad először. Az, hogy megomlás? Aha. Én magömlést szoktam emlegetni, tehát a... De ez nem zárja ki, hogy a másik szót is ismerd. Igen. Közszolgálati percénket hallhatták. Igen, na, szóval ezt gondolom, hogy ez biztosan ilyenkor jobban rezonálnak az emberek, például az esti Kornél típusú zenékre, amikor egy kicsit rosszabb állapotban vannak. De nem mondom, hogy nem tűnt egy rosszabb állapotban. Térjünk vissza egyébként egy picikét az időre magára, mármint az időszakra magára. Te most nem is alkotóilag, magánemberileg egyébként hogy viseled? Most lett igazán olyan ez az igazán őszi, ilyen nedves, csapadékos idő, és ez nem annyira jól. Én eléggé szeretek itt sétálni, azt részben ilyen kreatív dolgokra is próbálom kihasználni, az ilyen nagy sétákat, majdnem minden nap sétálok egy ilyen 1-1.5 órát, ilyen célból is akár, és nem jó az, amikor így a kapucniban meg az esernyő előtt vagy alatt kell ezt csinálni. Én jobban szeretem azt, hogyha süt a nap egyébként, vagy legalábbis nincs eső. És hát a hangulatomra is hatással van ez. Mert egyszerűen ősszel és télen alapjáraton valahogy olyan nyomottabb vagyok, meg kevésbé van kedve felkelni, meg nehezebben indulok el. Tehát abszolút hat rám ez a dolog, és inkább negatív irányba. De érdekes módon egyébként az ilyen kreatív folyamatokat meg jobban megindítja. Ha már a gyaloglást emlegetted, akkor ajánlom neked Friedrich Grossnak a Gyaloglás filozófiája című könyvét. Nem egy zseniális remek mű, de vannak benne nagyon jó pillanatok. A Murakaminak a futós filozófiáját már olvastam. Igen, akkoriban újra elkezdtem futni. Na, de ezt tök jó szára, nem hallottam, úgyhogy ránézek. Köszönöm. Mindenki másnak is ajánlom. Minden aspektusból meg fogjuk ezt vizsgálni ma. Én a benyomásaimat tudom elmondani, amelyet lehet, hogy természetesen alapvetően meghatároz az, hogy mégiscsak én vagyok én, és a szubjektumom erősen rányomja a bélyegét, de ti, ezt kérdezem mind a kettőtöktől, nem érzitek úgy, hogy az idei tél, tehát ami elmúlt, a 22-23-as. Igen, a 22-23 pontosan, az rohadt hosszú volt, és ehhez képest már itt van a következő. Én tényleg egyszerűen nem...
tudom azt, hogy mikor birkóztam ennyire utoljára téllel. Nagyon boldog voltam elején, mert hogy úgy voltam vele, hogy labdarúgó világbajnokság jön télen. Az, de hát ez jó is volt, nem? Stimmel, de hogy akkor az úgy, az ugye el van úgy december közepéig, akkor ünnepek, azt elhúzzuk, akkor január ki kell bírni, és akkor már jó napot itt is. Ehhez képest még áprilisban is, kabátban is, szürkeségben. Valószínűleg, amit nehezen viseltél, bár nem tudom, nyilván nem helyetted fogom ezt megmagyarázni, de szerintem, ami nehézé teheti az elviselést, az mondjuk az, hogy ezek a nagyon markáns évszaki jellegek nincsenek, és van egy ilyen nagyon hosszan elnyújtott ilyen izé, ami nem markánsan tél, nem markánsan ősz, hanem van egy ilyen valamikor novemberben elinduló, hosszú, szürke, tocsogós, sötét izé, ami aztán eltart egészen a következő március-áprilisig. Hát ahogy a költő fogalmaz, Kis Judit Ágnes, Tangó lemondó című szerzeményében, most nincs nyár, és lehet, hogy már nem is lesz, csak ez a bágyat elkésett tavasz. Az unikumról átszoktam a nextre, hisz jön majd a következő pasas. Tessék. Na, hát igen. Jó megfogalmazás. Szóval, hogy szerintem nem akarnék itt a nosztalgiázásnak a büntetébe, vagy a bűncselekményébe esni, de nyilván, amikor van egy ilyen havas tél, van egy nagyon markáns ősz, akkor itt vannak történések, vannak változások, események, és nem egy ilyen viszonylag osztatlan, nem tudom, 5 vagy 6 hónapos, november, december, január, igen, több mint 5 hónapos szakasz. Szerintem ez picit nehéz lehet elviselni valóban. András? Viszont csak pont az ellenkező ritmusban megyünk, mint ahogy az emberiség egyébként több száz éven keresztül az évszakokra ráállt, legalábbis ugye már ebben az égövben, mert ugye a paraszti társadalmakban a novembertől kezdődő időszak egészen a böjtig volt a buli időszaka. Ugye a fonóba, amikor elmennek, pont azért, mert kint egyfelől sötét van, tél van, hideg van, össze kell jönni, be kell kuckózni a fonóba, másfelől meg nincsen ugye már mezőgazdasági munkát, nincs mit tenni kint a földeken, tehát ugye akkor tesznek el, vagy a minden tengeri hántás, ugye a szín aranyvers, ami szintén ilyen télen folyik egy csomó ilyen magozás, hámozás, eltevés, mit tudom én még, micsoda, amit közösen lehet végezni, és hogy tényleg teljesen egyértelműen ezek télre teendők, nagyjából minden névnek van télre eső névnapja, pont azért, hogy meg lehessen ünnepelni, mert nyáron nem lehetett. Ehhez képest most ugye azt látom még, hogy az ünnepek azok áttevődtek amúgy is arra a szakaszra, amikor köszönjük szépen, jól vagyunk, meg vagyunk, enélkül is. Na, ehhez a kultúrtörténeti fejtegetésem, ez van hozzászólni valótok? Na. Jó, szóval veletek is csak mindenféle nem tudom, miről lehet beszélgetni. Akkordokról. Igen, akkor. Igen. According. Na. Hát én nekem az annyit jutott eszembe, hogy így a koncertezésnek a dinamikájában is van egy ilyen, hogy hát ugye január az a tipikus hónap, amikor mindenki azt mondja, hogy nem szabad koncerteket csinálni. Mostanában egyébként én látok arra így próbálkozásokat, hogy ezt a januári ilyen holt hónapot is próbálják, ezen akarok így kihasználni, próbálkozni a koncertekkel, de hogy igen, most belegondolok, nekünk is mondjuk jövő januárban egy koncert van, ami be van tervezve. Ezt tudjátok egyébként mi ölte meg? Ezt a dohányzás tilalom az árt helyeken. Tehát amíg lehetett dohányozni, addig a január nem volt egy rossz koncert hónap, ezt még mit tudom, az új időkben, hosszú évekkel ezelőtt, amikor művelődési házban dolgoztam, pályámnak a kezdetén, azoknak nagyon erős hónapunk volt. De ahogy nem lehet dohányozni, ahogy a téli vendéglátást is nagyban kicsinálta ezt. Mert ugye szabadtérre nem lehet kimenni, teraszra nem lehet kimenni, open air koncerteket nem lehet tartani, hát akkor lenne, de ugye a dohányzás
tilalma ezt meg nagyon áthalakítja. Megy a kimászkálás a házerén. Úgy. Ez egy furcsa váltás volt, emlékszem, amikor bejött ez a dohányzás tilalom, hogy én egyébként a nagyon rég múltban max ilyen bulicig is voltam, de soha nem dohányoztam, de egyébként azt a hangulatot, amikor belengi a cigaretta füst a helyet, azt egyébként eléggé szerettem, bár mondjuk a ruháim után, hogy egy hétig hordhatatlanok voltak. De hogy az egy ilyen nagyon furcsa dolog volt, hogy itt így megszűnt, és aztán még Erdélyben, amikor mentünk játszani, akkor még ugye évekig lehetett ezeken a román szórakozó helyeken dohányozni, és annyira visszajött, és ilyen jó érzéssel jött vissza ez az ilyen klub hangulat, amit egy kicsit szerintem megölt tényleg ez, hogy bent nem lehet már ugye dohányozni régóta, és ja, lehet, hogy van egy ilyen összefüggés ebben, hogy így szétzilálta ezeket az ilyen közösségi eseményeket, amik az ilyen esték voltak, ilyen koncertesték, vagy egy kicsit jobban. Hát köszi szépen, a Melankólia trubadúrjával beszélgettünk, Lázár Domokossal, sok sikert Ágostonnal, testvéreddel most kijövő albumotokhoz. Köszi. Mi pedig beszélgetünk egy kicsit tovább az ősz végéről. Köszi szépen, szép. És ez itt valójában a nagy kép, folytatjuk tovább adásunkat, folytatjuk tovább novemberrel, őszvégével, télelejével, vendégünk pedig Hall Melinda, pszichológus. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Jó napot. Nem tudom, hogy mennyiben magán fontosságú megjegyzés, de én gyűlölöm a novembert, és gyűlölöm azt az időszakot, ami előttünk áll. Ez a pszichológusok klientúrájában egy megjelenő releváns érzés, vagy csupán tényleg az én szubjektumom? Ergo több munkája van-e a pszichológusoknak, nőnek-e a lelki bajok novemberben, melankolikusabbak, depressziósabbak vagyunk-e úgy általában? Érdekes ez a kérdés olyan szempontból, hogy egyénileg igen látunk ebben mozgást, és igenis a tél, a hideg, hát sok egyéb tényező, azért most a gazdasági tényezőket se felejtsük el, ezek is rányomják a bélyegét úgy általánosan a lelki állapotra. De lehet, hogy valóban több a szubjektum, vagy szubjektivitás ebben a történetben, mert amikor meg a statisztikákat megnézzük, akkor például olyanokat látunk, hogy nyáron kiugróan magas az öngyilkosságok aránya. Tehát érdekes, hogy ott van egy pukli a grafikonunkon. Ez miért lehet? Ez engem most hát, így eléggé meglep. Igen, nagyon sokat gondolkozunk ezen, hogy lehetséges az, hogy bizonyos években például a nyár az kenterbe veri a telet. Annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy szinte mindenki úgy áll hozzá, hogy azért sötétebb van, ugye a napos óráknak a száma ilyenkor csökken, tényleg hideg van, az ember jobban be akar húzódni, kevesebb a kinti program, tehát nem mennek fesztiválozni a fiatalok se, stb. És mégis nyáron látunk egy ilyen púpot. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, és az az igazság, hogy nem nagyon tudtuk megfejteni. Ha engem kérdeznek, akkor én feltételezem azt, hogy a nyári leállás, szabadságolás, szinte kötelező nyaralás, vagy az ennek nem megtétele, vagy nem tudjuk megtenni, vagy egzisztenciális kérdések állnak a háttérben. Lehetséges, hogy ez az, hogy amikor nyáron a valakire rászakad a valódi magány, hogy azt, lehet, hogy azt látjuk. Hát hogyha nekem is megfejtésbe kéne bocsátkoznom, akkor inkább én azt akörül kapargatnék, hogy tényleg mindenkinek rossz. Tehát az ember azzal, hogy neki most éppen nem jó, nincsen egyedül, mikor az körülötte azt látja egy depressziós, vagy csak simán magányos ember, hogy mások örülnek, nyaralnak, fürödnek a gyerekekkel, akkor könnyebben veti ki magát a hatodikról. Meg van egy ilyen nyári szplín is, nem? Hogy Lana Del Rey-t idézem, ugye Summertime Sadness.
nincs nyári hát, split. De van, Andrés. Én azért azt gondolom, hogy viszont a télen pedig van néhány olyan kritikus nap, ami ugye megemeli ezeket a számokat. Ugye az ünnepnek a közelette az mindenképpen egy úgymond rizikófaktor. Itt főként azokat szoktuk kiemelni, akik ugye tényleg egyedül fogják tölteni az ünnepet, és mondjuk emiatt egy ilyen rohamos mentális állapot romlást látunk, de azért ki kell itt emelni azt is, hogy a szilveszteri buli alkalmával bizony nagyon sok baleset és egyéb probléma is történik, illetve az alkoholfogyasztás, a szerhasználat az mindig megemeli a mentális zavarok kialakulásának a rizikóját. Tehát ott azért látunk ugye egy súlyosabb problematikát, és ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy azért nehéz két hónap előtt fogunk állni most valóban. Ez a bulik, a szerhasználat és a lelki bajok, azok nem ugyanúgy függnek össze, mint amit előbb mondtam a nyárról? Hogy oké, rendben, persze, aki belemerül szilveszterkor az éjszakába, én pont akkor szoktam pihenőt tartani, de aki belemerül az éjszakába szilveszterkor, és elkapja a minden, ami szembe jön, az érthető. De hogy nem ugyanaz van mondjuk szilveszterkor is, hogy egy csomó ember azt érzi, hogy másokkal kéne lennie, és egyedül van? Igen, pontosan. Tehát azok, akik magányosak, ezek rizikócsoportba tartoznak mindannyian. Itt beszélhetünk egyébként az egyedülálló idősekről, akik egy kifejezetten magas rizikót tudhatnak ilyenkor magukénak, úgyhogy mindenkinek azt ajánljuk, hogy próbáljanak meg hozzászólni a szomszédhoz is, meg ami azért nem jellemző, mondjuk főleg egy ilyen nagyvárosban, mint amiben élünk, de nem nagyon jellemző ma már, hogy áthívnák mondjuk egymáshoz, vagy az egyedülállók összejönnének, és akkor úgy ünnepelnének. Akár a karácsonyról is beszélhetünk mondjuk ebben a kérdésben. És az is igaz, hogy pont a szerhasználat, illetve emellett azért ez a, hát nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de nálunk családilag is ilyen kéthetes kajálás szokott lenni, így az ünnep alkalmával, ez borzasztóan megterhelő egyébként a szervezet számára. Tehát azt se felejtsük el, hogy ott is emelkedik egy rizikófaktor, mondjuk arra vonatkozóan, hogy történjen egy szívroham, vagy történjen valami olyan dolog, a mozgás szinte teljesen leáll, ugye ezekben a hetekben, tehát ez is azért hozzájárul ahhoz, hogy a mentális állapotunk se lesz olyan jó, mint a fizikai is. A két heti kajálást említette, és itt azért hozzá kell azt tenni, hogy már amennyiben futja rá. Annak van-e kimutatható jele, hogy most már ilyen két éves távlatban, de egy egzisztenciális válságban élünk, egyszerűen rosszabbul megy az embereknek, ez tükröződik bármiféle mutatón, ami a lelki bajokat méri? Egyértelműen tükröződik, annak ellenére, hogy itt most szeretném kiemelni a hallgatóknak, hogy ez a saját személyes véleményem, nem két éve tart ez a probléma, hanem nagyjából 10 évre visszamenőleg tudjuk hozni azokat a bizonyítékokat, hogy a mentális állapot az hogyan romlik. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az egzisztenciális problémák itt vannak. Az infláció itt van, nem tudjuk megkerülni, és a klinikai munkában sem tudjuk kikerülni ezeket a problémákat, még akkor sem, hogyha az állami ellátásról beszélünk. Tehát rányomja a bélyegét nagyon sok mindenre, rányomja arra is a bélyegét, hogy egy általános életszínvonal romlást esetlegesen, hogyha valaki tapasztal. Persze vannak olyan szerencsések, akik mondjuk nem tapasztalták ezt, vagy éppen akár növekedést könyvelhetnek el. Tehát ez az, ami úgy, úgymond kicsit kibalanszírozza a statisztikákat, de valójában látunk egy rosszabb életminőséget, mind a fizikai, materiális, pénzügyi szempontok szerint, ami azért nézzük meg, hogy egy család esetén, hogyha mondjuk a keresetnek, tegyük fel 26%-os volt az infláció, 26%-nyi bevétel kieséstől könyvelhet valaki el, akkor mondja nekem valaki azt, hogy az egész családra ez nem fog kihatni. Lelkileg, stresszben, vagy még egy munkát kell vállalni. Nem biztos, hogy feltétlenül csak a pénzügyi kérdéseket fogja érinteni, hanem gyakorlatilag a teljes életminőség repertoárját.
repertoárt, amire viszonylag keveset gondolunk, hogy és először kezdődik a lelki problémákkal és a lelki nehézségekkel, hiszen gondoljunk csak bele, hogy mi történik akkor, hogyha valaki egy hitelt már nem tud fizetni. Ezek mellett nem tudunk elmenni a klinikumban, úgyhogy én folyamatosan azt szorgalmazom, hogy valamiféle interdisziplináris, több területet magába foglaló reformokra és intézkedésekre van szükség. Mi lehet ilyen? Hát, hogyha engem kérdeznek, akkor hát szerintem kellene egy külön lelki egészségre vonatkozó strukturális szervezet, mert hogy jelen pillanatban ilyet nem látunk, amely össze tudná fogni azokat a kérdéseket, mint például a multiválságok korát, hogy egyszerre van jelen egzisztenciális válság, akár identitásválság, egyszerre van jelen egy háborús helyzet, vagy vészhelyzet, és még járványhelyzet is itt van, annak ellenére, hogy egyre kevesebbet beszélünk róla, de még mindig jelen van mondjuk a COVID, vagy az abból kapcsolatos szövődmények. Erre vonatkozóan már nem elég csak a pszichológia, vagy csak a pszichiátriának a belépése a reformkérdésekbe, hanem kell egy lelki egészségre vonatkozó, és legfőképpen prevencióval, de tudományos alapokon foglalkozó tudományos intézet. Egyébként, hogyha jobban belegondolok, nem is két éve élnek az emberek folyamatos nyomasztásban, összefüggő két évben, hanem lassan 4 éve, ugye? A lezárások, korlátozások, aminek kimutatható hatása van a lelki egészségre. Pontosan, de hogyha megyünk az időben, akkor gyakorlatilag 2008 óta folyamatosan tudunk mérni válságokkal kapcsolatos lelki problémákat. Amiért most ez az utóbbi 2 év kifejezetten nehéz, mert most már multiválságról beszélünk. Tehát arról beszélünk, hogy még mindig itt van a COVID, de már itt van a háború, beköszönt egy vészhelyzet, beköszönt az infláció, beköszönt az energiaválság, és mellette ott vannak az egyébként meg nem oldott lelki problémák és krízisek, amiben azért összességében nagyon sokat dolgozunk a klinikumban, és minden elismerése a szakembereknek, világszintű szakembereink vannak, de nem állunk túl jól. Térjünk egy kicsikét vissza az időjáráshoz, az évszakhoz. Van-e annak nemzetközi kimutatható képe, vannak-e ilyen összehasonlítások, hogy pusztán az éghajlat az miként hat az ember pszichéjére? Valóban vannak, látunk úgymond különbségeket, csak az a problémánk, hogy mivel több faktor számít a lelki egészségben, hát egy mennyire komplex problémáról van szó még akkor is, hogyha idézőjelesen egy egyszerű hangulatzavarról beszélünk, borzasztóan komplexek a problémák, éppen ezért, hogy konkrétan az éghajlat hatott-e, vagy éppen a kulturális közeg, vagy éppen a társadalmi változások, vagy éppen természeti katasztrófák, ezt ugye nagyon nehéz elkülöníteni. Most csak, hogy néhány olyan példát hozzak, amivel mostanában foglalkozunk. De nagyon nehéz azért egy faktort ezeknél kiemelni, pont azért is emeltem ki az előbbiekben, hogy itt bár valójában nem pszichológiai vagy pszichiátriai ellátásról kellene beszélgetnünk, hanem sokkal inkább komplexen látott folyamatokról és tényezőkről. Hát pedig, ahogy a költő mondja, előző beszélgetésünkben is verset idéztem, de ezúttal a doktor Bubóból fogok, hogy a köhög a harcsa, reumás, a mókus nem segíthet rajta, csak a pszichológus. Lehet, hogy nem. Valóban sokat tudunk segíteni, de azért mindenhatóak nem vagyunk, és nagyon nehéz a klinikumból kitekintve látni ezeket a problémákat, de segítség van, tehát azzal azért biztatnék mindenkit. Visszatérve egy pillanatra csak a napos órákra, az mindenképpen azért nagyjából azt mutatják a statisztikák, hogy minél több a napos óra, annál jobb helyzetbe kerül azért alapvetően egy ember a lelki tényezők szerint, de azért ez sem mindenható, tehát itt a komplexitásra kell gondolnunk. Na most, ha már interdisziplináris megközelítés, akkor be lehet hozni valami olyasmit, ami még csak nem is disziplináris, mert nem tudomány, hanem politika, hogy vannak olyan beidegződések, amelyhez nem szívesen nyúlunk hozzá. Például, hogy mikor kezdődik a
munka, mikor kezdődik a tanítás. Mert ezt most a napos órákat említette, abban az esetben, ha mondjuk eltolnánk ebben az időszakban egy órával későbbre, nem jönnénk ki jobban belőle? Én azt látom, hogy ennek a legnagyobb gátja az az, hogy a munkaerőt, illetve a gyermekeknek az oktatását valahogyan össze tudjuk-e hangolni. Azért én hozzáteszem, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy ez a 8, vagy hát inkább ugye 9 órás munkarend, az nem annyival hatékonyabb, tehát hogy igazából nem éri meg senkinek sem. Tehát 8 vagy 9 órát, most nyilván vannak olyan munkakörök, ahol ezt nem lehet megtenni, de azért bizonyos országokban bevezették például a 3 munkanapos hetet, vagy több home office, stb. Azért nem látjuk azt, hogy csökkennének a számaik, sőt, profitot tudnak realizálni akkor, hogyha jól sikerül belenyúlni ezekbe a kérdésekbe. Én azt látom, hogy egyébként a munkaterületén sem feltétlenül elvetendő, érdemes lenne napirenden tartani a témaköröket. Kérdés az, hogy ugye mennyit tudunk ezzel nyerni, és most inkább a közgazdász oldalam nyilatkozott meg. Mindenképpen fontosnak látom azt, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről. Valóban a személyes életünkben is elég sokkoló, amikor a gyermeket elhozzuk az óvodából, és már sötét van, és már gyakorlatilag nem nagyon lehet mit tenni. És illetve a szülőknek elég nagy probléma az, hogy tényleg a gyereket korán bevinni, ők is korán menjenek dolgozni, le is dolgozzák a napi munkaórákon. Pedig azért a COVID alatt egy dolgot tanultunk, vagy tanulhattunk volna, hogy a home office az nagyon sok szektorban igenis működő, képes dolog. És miért probléma az, hogyha betesz közben az ember egy mosást? Tehát, hogy így is úgy is ki fogja pihenni magát, ugye két munka sheet között, így is úgy is, nem tudom, maga elé fog nézni, vagy így is úgy is hatékony, kevésbé hatékony lesz maga a munkavégzése 8-9 órás sheetekben. Hol Melindának, pszichológusnak köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt, mi pedig majd beszélgetünk még tovább novemberről. Én is köszönöm, viszont hallásra. És akkor ez itt továbbra is Nagykép. Németh Róberttel itt ülünk a stúdióban, következő vendégünk pedig Pintér Ferenc meteógyógyász, ez itt a Nagykép öregek otthona. Mindenféle bajainkról beszélgettünk november kapcsán. És sötét szürke alkony. Így. Mennyiben szomatizálják az emberek? De várjál, előbb kérdezzük meg, én ezt meg szeretném kérdezni. Parancsolj. Mit csinál a meteógyógyász? Tudatlan vagyok. A légköri folyamatok, üdvözlöm először is a öröket is, és a kedves hallgatókat is, a légköri folyamatok nagyon komolyan befolyásolják az emberi szervezetnek a működését, és ez olyan emberek esetén, akik érzékenyen reagálnak ezekre a hatásokra, nagyon sokszor olyan mértékű változást, változtatást igényelnének, amit a szervezet nem tud probléma nélkül megcsinálni, és amennyiben nem tud ez az alkalmazkodás lezajlani, akkor mindenféle panaszaink jelentkeznek. Jobb esetben csak ilyen diszkomfort jellegű dolgok, vagy kisebb fejfájás, de aztán egészen komoly, akár a halálozási számok megugrásáig is terjedhetnek ezek a hatások. És a meteogyógyászatnak az a célja, hogy ki tudja vizsgálni azokat a személyek, minden személy esetében más és más élettani adottságokat, reakciókat, amik kiváltják ezeket a problémákat, és hát ami ugye legalább ilyen fontos, hogy tudjuk is ezt a dolgot kezelni, amit hál' Istennek 4 év óta már valóban nagyon jó hatásokkal meg tudunk tenni. Helyben is vagyunk, itt vagyok mindjárt én, aki mindenféle fronttól azonnal a falnak kenődik, legyen az hideg front, meleg front, a kettős front utásról pedig ne is beszéljünk. Mi történik ilyenkor egy emberrel? Miért érzi nagyon rosszul magát, vagy miért bizonyos skálán van, aki nagyon-nagyon rosszul van, akinek mondjuk idézőjelben csak fáj a feje?
mindenkinek, mindenki az egyéni adottságai szerint és az egyéni sorsa szerint reagál. Tudnélik, arról van szó, hogy egy stressz térben élünk, és a különböző stressz hatások, legyenek azok akár munkahelyi, családi, társadalmi stressz hatások, az időjárás okozta stressz hatásokkal összegződő formában jelentkeznek. Tehát sok ember esetében a túlterheltség, a gyakori egyéb stresszfaktorok egyesülve természetesen az időjárási hatásokkal váltják ki azokat a következményeket, amikor ez az egyensúlyi állapotunk olyan mértékben felborul, hogy a szervezetnek ez a tűrés tartománya, ez az alkalmazkodási képesség, ez a tolerancia tartománya, ez már kevés hozzá, és ez meghaladja. Tehát lehet, hogy nekem van egy stresszesebb időszakom, és akár egy enyhébb időjárási terhelő hatás is elég ahhoz, hogy már megjelenjenek ezek a panaszok. Aztán az is elképzelhető, hogy egy nyugodtabb időszakban vagyok, és akkor viszont a komolyabb, erősebb, nagyobb mértékű időjárási hatások fogják csak kiváltani az én esetemben ezeket az élettani reakciókat. És hát ugye itt ne csak a frontokra gondoljunk messze, tehát ez a legrosszabb tévedések egyike, hogy frontokra reagálunk, de hogy nem csak arra, sőt ez az összes időjárási terhelő hatások közül csak a kisebb részt teszi ki. Nagyon sok mindenre reagálunk, és ezek a dolgok többnyire tudatosan nem is érzékelhető dolgok. Tehát valójában, csak mondok egy egyszerű példát, a légnyomásnak a változását, ezt tudatosan senki se érzékeli, és persze nyilván van egy zsigeri érzékelő rendszerünk, ami viszont ezt igen, és ezen keresztül reagál tulajdonképpen, és még sok minden más a légelektromos hatásoktól kezdődően az ion koncentráció változási mindenféle hatásokra, és a nagy mértékben függ a reakciónk az örökletes tényezőktől. Tehát, ha a családban voltak ilyen plusz érzékenységi problémák, akkor bizony ezt a dolgot jó eséllyel örököljük. De az is elképzelhető, hogy egyszerűen olyan volt akár már a gyerekkorunk, hogy nagyok voltak az elvárások, nem tudtunk ennek eleget tenni, komolyabb stressz hatások, tartósabb stresszes időszakok, traumák értek bennünket, és mindezek a dolgok azt alapozzák meg, hogy kialakul ez a bizonyos fokozott érzékenység. Na ezért kell ezt mindig személyre szólóan vizsgálni, ezért nincs erre általános gyógymód, mert nincs két egyforma ember. Ilyen értelemben, amit az időjárási mozgásokról egyébként mondott, ilyen értelemben gondolom ez az ilyen őszi-téli időszak elég mozgalmas, vagy elég kihívásokkal teli. Bizony, ez az egész év már eltér, és már a korábbi év is a még korábbi évekhez képest rossz irányba. Tehát egyértelmű, hogy a klímaváltozásnak a következtében megváltoznak a légköri folyamatok, intenzívebbé válnak, extrémebb hatások érik a szervezetünket, nagyobb amplitúdója, nagyobb kilengésűek ezek a változások, és ez az, ami már egyre több embernél ezt a bizonyos tűrés határt átlépik, és ezért van az, hogy egyre több ember egyre komolyabb panaszokat tapasztal, és ebben semmilyen média találmány nincsen. Ez már kutatások, objektív mérések igazolják, hogy erről van szó. Nem csak megváltozik az éghajlatunk, hanem a légköri folyamatok is, ez a súlyosabb, extrémebbé válnak, és ennek a terhelő hatásait érezzük. Na ebben az évben ez már egész évben jellemző volt, és még rátett sajnos egy nagy lapáttal az, hogy beindult az El Niño folyamat. Tehát ugye ez egy ciklikusan visszatérő terhelő hatás, ami bizony azt jelenti, hogy a 2023 már úgy a nyár eleje óta ez egy El Niño év,
és ennek pedig az egész földre kiterjedő, így a Kárpát-medencében is megjelenő további extrém hatásai vannak. Innen ered ez a rettenetes nagy változékonyság, amihez aztán olyan rosszul tudunk alkalmazkodni. Beszéljünk erről egy kicsit, erről az El Niño hatásról. Ez pontosan mit is jelent? Valójában van egy nagyon nagy léptékű oszcillációs rendszer a Csendes-óceán térségében. Itt a tengeráramlások és a légköri áramlásoknak az egymásra hatásáról van szó, és ez azt okozza, hogy a tengervíznek a felszíni hőmérséklete megváltozik. Tehát ugye a mélységi, ugye arról van szó, hogy a felszínen van egy áramlás, aminek van a mélyben egy visszatérő ága. És amikor ez a bizonyos cirkuláció ez megfordul a szokásos állapotához képest, akkor ez az egész föld éghajlatára kiterjedő hatásokat generál. Ez annyira így van, hogy egy pár napja adott ki az ENSZ egy értékelést, hogy most már egyértelmű, hogy El Niño folyamatok erősödnek, tehát amilyen indult itt a nyár elején, és ennek következtében a föld viszonylatában a valaha mért legmelegebb télre és tavaszra kell számítani. Tovább nem terjedt már ugye ez a úgymond előrejelzés, és hát bizony, amikor ő a földnek ilyen módon megváltozik az éghajlata, akkor ez a Kárpát-medencében is érezteti a hatását, ami nem egészen biztos, hogy feltétlenül nagyon meleg telet jelent, csak egyszerűen arról van szó, hogy felborítja a normális cirkulációs rendszert, és hát az, hogy ez most konkrétan egy ilyen kis helyen a föld térségéhez képest pici helyen, mint a Kárpát-medence, ami ráadásul nagyon összetett éghajlatú, ez hogyan jelenik meg, ezt nem tudjuk pontosan, de hogy nagyon változékonyság a következménye, az biztos. Beszéltünk, vagy pontosabban ön beszélt, mi meg hallgattuk a légkörről, viszont lehet, hogy nem a legilletékesebbnél kopogtatok, de mi szóba hoztuk egymás között egy olyan tényezőt, amely az egészségünkre, mi legalábbis úgy érzékeljük, komoly hatással van, és ez ugye a fényviszonyok. Ez mennyiben határozza meg az egészségünket, az, hogy télen megyünk bele abba az időszakba, amikor sokkal kevesebbet süt a nap? Nem csupán a hangulatunkat, hanem kifejezetten fizikailag ez miként hat ránk? Hát nagyon jó helyen, de nagyon jó helyen kopogtat egyébként, mert ezek a dolgok, tehát a fénynek a szervezet alapvető működését irányító szerepe az egy megkerülhetetlen dolog. Valójában a nappalok és az éjszakáknak a váltakozása, ez az, ami tulajdonképpen az egész szervezetünknek az alapműködési ciklusát meghatározza. Tehát ez a bizonyos cirkadián. És bizony, egy bizonyos fénymennyiség szükséges ahhoz, hogy a testi-lelki egyensúlyunk az fennmaradjon. És ezt a dolog sok minden, és ezt a dolgot sok minden zavarja. Egyrészt az, hogy ugye csillagászati okokból természetesen nagyon nagy különbség van a nyári és a téli nappalhoz között, lényegében kétszeres faktorban a kettő között, és bizony ilyenkor késő ősszel, amikor közeledünk ehhez a bizonyos téli napfordulóhoz, december végi napfordulóhoz, hát már olyan rövidek a nappalok, hogy ez kevés ez a fény, amit tovább csökkentenek a ködös, felhős, borult időszakok, és ennek az a következménye, hogy egy ilyen szezonális depressziót vált ki nagyon sok ember esetén. Viszont tudni kell azt is, hogy ehhez nagyon nagy mértékben hozzájárulnak az aktuális
időjárási, és hát az egyéb stressz környezeti feltételek. Tehát ez nem önmagában van, hogy na most kevesebb a fény, és én akkor ilyenkor depressziós vagyok, hanem az időjárási folyamatokkal azok az emberek, akik az érzékenységük miatt rendszeresen elszenvedik, megtapasztalják ezeket a negatív hatásokat, mint a műsorvezető úr esetében is, ott bizony sajnos előbb-utóbb kialakulnak ezek a szorongásos, pánikszerű, és hát gyakorlatilag depresszióra hajlamos, legalábbis rossz hangulatot generáló következményekkel. Tehát ezt nem lehet szétválasztani szigorúan az időjárási helyzetektől, viszont tény, hogy eleve a fizikailag rövidebb nappalhoz jobb, idézőjelben jobb feltételeket teremt ahhoz, hogy ezek a depressziós panaszok, ez a melankólia, ez az erős lehangoltság, energiátlanság, motiválatlanság, fáradtság, ez úrrá legyen rajtunk. Mit lehet tenni? Milyen kúra van, milyen metódus van arra, hogy ezt az időszakot átvészeljük? Hát ugye a legfontosabb dolog persze az időjárás érzékenységnek a megfelelő kezelése, mert az egyúttal, ha az megoldható, akkor egyúttal ez kiküszöböli ezeket a szezonális depressziós jellegű panaszokat is. Egyébként pedig enyhébb esetekben azt lehet tenni, hogy tisztába kell azzal lenni, hogy nem csak a fény mennyisége, ami itt a probléma, hanem a szín összetétel. Tehát ez a bizonyos spektrális helyzet, és a legrosszabb ugye fényszegény, szürke, lehangoló idő. Na most ez ellen nagyon sokat tehetünk, nagyon érdekes dolgokkal, színesebb öltözködéssel, a környezetünknek a színesebb ételével, színesebb ételek fogyasztásával, vagy hát nézzük meg az északi országokat, egy Izlandot, vagy egy Norvégiát, a szidetre, a aljától a tetejé szidetre festett házakkal. Tehát ezek sokat segítenek abban, hogy ez a dolog az megoldható legyen. Na most van ez az úgynevezett hagyományos fényterápia, ami egyszerűen arról van szó, hogy több fényt biztosítani, erős megvilágítást. Hát ez ebben a tekintetben hatásos, de egész másról van szó, mint a Metaklinika által alkalmazott fénystimulációs módszer, ami ugye a aktuális hatások, időjárási hatásoknak a visszaállítására, tehát és a időjárási érzékenységnek a kezelésére használt dolog. Lényeg az, hogy több fényhez jussunk, ne sajnáljuk ilyenkor a világítást felkapcsolni, ma már minimális többletfogyasztást jelentenek ezek a korszerű eszközök, legyünk színesek, legyünk aktívak, és ez nagyon sokat jelent ennek a téli depressziónak a kivédésében. Nagyon szépen köszönjük Pintér Ferenc meteógyógyásznak, hogy a vendégünk volt. Tán ezen pozitív végkicsengéssel valamiféle hasznos útravalót is tudunk adni a hallgatóknak. Viszont hallásra. Viszont hallásra. És ez itt továbbra is a Nagy Kép, Németh Róberttel itt ülünk a stúdióban változatlanul, november, ősz vége, tél eleje a téma, és hát ez ugye a fűtési szezon is. Ebből következőleg a következő vendégünk Balogh József energiapiaci szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot kívánok! Ne az idei téllel kezdjünk, mert hiszen ez még előttünk van, és ne is az őszen, a tavalyi téltől induljunk el. Ugye ott komoly félelmekkel mentek bele az emberek, fűtésszámlák, egyebek. Végül is hogyan jöttünk ki belőle? A tavalyi télen az volt a baj, hogy az oroszok egészen durván manipulálták az árakat, tehát ahelyett, hogy szállítottak volna
visszatartották a gázt, emiatt a gázára megugrott, és hát valóban volt olyan félelem, hogy esetleg még maga a fizikai molekula se lesz meg. Ez hála Istennek nem következett be, senki nem fogyott meg otthon, volt gáz, volt távfűtés, minden nagyon-nagyon jó. Egyetlen egy öröksége van ennek a tavalyi évnek, az pedig az, hogy a magyar tárolókban, a gáztárolókban van nagyon drága gáz, amit még tavaly letároltak ellátásbiztonság miatt. Ennek mi lesz a jövője, az egy nagyon nagy kérdés. Ez mit jelent annak, aki mondjuk nem ezzel fekszik és kell? Mit jelent az, hogy van a tárolókban nagyon drágán eltárolt gáz? Tavaly augusztus 26-a péntek volt a fekete napja a magyar energiaiparnak. 340 euró volt egy megawattóra gáz, ami jelenleg 40. Valaki azt 340-ért megvette, berakta a tárolóba, abba bízott, hogy még feljebb megy, de hát ez sajnos nem jött össze neki. Előbb-utóbb ettől a gáztól meg kell majd szabadulni, hisz ez valakinek a vesztesége lesz, amit 340-ért megvett, azt 40-ért fogja eladni. És mi jelenleg erre várunk, hogy ez ki és mit fog lépni ezzel kapcsolatban. Jó eséllyel a lakosság lesz. Hát, ez a, hogy mondjam, az, hogy az adófizető lesz, az biztos, sajnos. Itt már csak az a kérdés, hogy milyen felállásban fogja ezt megfizetni, extra adóban, vagy egyébként. Hát, vagy egyébként. Viszont ezzel szemben most milyen várakozásaink lehetnek erre a térre, ezekre a hónapokra? Jelenleg Magyarországon bőven van gáz, tehát az összes tároló tele van, hát lehet látni, hogy süt a nap november 14-én, tehát semmi problémát nem látok. A legnagyobb potenciális probléma, amin érdemes lenne gondolkodni, és kell is gondolkodni, az az, hogy itt van két rizikó, amit oda kell figyelni. Az egyik az a fizikai kockázat. Ugye láttuk, hogy az északi áramlatot valaki vagy valakik felrobbantották. Magyarországra az összes gáz egy déli vezetéken érkezik. Mit csinálunk, hogyha valaki esetleg ott is valami kis, mondjuk így, hogy turpisságot csinál? Ez egyes. A kettes, amit a múlt hónapban a bulgárok megléptek, van egy szabályozási kockázat, az pedig az, hogy valaki valamilyen extra adót vett ki a gázszállításra. Ugye sajnos Bulgáriában megtörtént. Ennek a kettőnek a hatása Magyarország szempontjából eléggé fontos lesz, de reméljük, hogy semmi nem fog történni. Arra a helyzetre és arra a folyamatos kommunikációra, hogy energiaválság van, egyáltalán nem biztosította hagyományos módokon az ellátás, reagált valahogy a lakosság nem csak nálunk, hanem Európa szerte? Van-e annak kimutatható jele, hogy a háztartások felkészültek egy másfajta energiaellátásra? Igen, tehát a Magyarországon ugye 2022. augusztus 1-ével indult a rezsicsökkentés 2/A verzió, aminek az a lényege, hogy a földgáz esetében az átlagfogyasztás feletti gáz ára az 7,5-szerese a rezsicsökkentetnek, tehát borzasztóan drága. A lakosság erre azt lépte, amit minden logikus lakosság lépni fog, hogy csökkentette a gázfogyasztását. Magyarországon a lakosság gázfogyasztása 25-30%-kal esett vissza egy év alatt. Ez nagyon jó. Ami rossz, hogy többen átálltak fafűtésre. Ugye Magyarország területének kb. 21% erdő, és nincs elég fa, tehát ez se lesz megoldás közép vagy hosszú távon, de ki fog az majd alakulni. Most először a nagyon drága gáztól, hát így mondom, hogy leszakadt a lakosság, ez egy logikus lépés volt, várjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása. Pár nappal ezelőtt volt egy hír, hogy most a diktálós fogyasztók kapnak a vártnál nagyobb gázszámlát, hogy ennek kapcsán szeretném kérdezni, hogy pontosan átlátják az emberek, hogy most milyen számításukon keresztül, vagy útján pontosan, hogy fizetnek, és hogy alakulnak ki ezek a számlák? Ezzel az a baj, hogy sajnos amikor a kormány belenyúlt ebbe a rezsicsökkentésbe, nem tudok más mondani, akkor csak azt tudom mondani, hogy elég sok mindent nem gondoltak át. Az egyik ugye az volt, hogy augusztus 1-ével indult ez az új rendszer, nem volt megoldva, hogy mit csinálnak a január és augusztus közötti fogyasztással, ez egyes. A kettes, hogy a földgáz számla az már eleve egy komplikált dolog, mert az óra köbméterben mér, de megazsul van megadva az ár, viszont a világpiaci ár kilovattórában kereskedik. Tehát itt egy félig meddig matematika végzettség kell, hogy valaki ezt át tudja váltani.
Ezen kívül a jelleggörbe alapján számlázott általánydíjas fogyasztóknál van egy hőmérséklet tényező, ami idén borzasztóan megkavarta a számolást, hiszen ez a tél, ez minden, csak nem átlagos. Az általánydíj, az, ott mindig van egy vélelem, hogy minden átlagos, és minden úgy megy idén, mint tavaly. Semmi nem úgy megy, ezért kiment rengeteg rossz számla, de nem kell aggódni, mert lesz egy éves elszámolás, ott mindenki a pénzét vissza fogja kapni. Ez garantált. Hát azért mondjuk nem kell aggódni, mondjuk az ember ember akkor kölcsönöz, aggódni, amikor azt mondják, hogy nem kell aggódni. Nem kell aggódni, de hát MVM-nek kölcsönzünk, ez hogy is mondjam, csak gálás dolog. Igen. Ebben igaza van, hogy egy ilyen inflációs környezetben nem mindegy, hogy a fogyasztó pénz áll az egyetemes szolgáltatónál, vagy fordítva. Jelenleg ezekkel a számlákkal azt lehet csinálni, hogy az általánydíjból átmenni abszolút leolvasásra, minden hónapban leolvasni, bejelenteni, és akkor semmi baj nem lesz. De hangsúlyozom, hogy ez megint csak egy átmeneti elmezavar, ami történt, mert nem tudok más mondani. Ennek a végén mindenki a pénzénél lesz, de igen, kellemetlen, amikor valaki egy 3-4-szeres gázszámlát megkap. De egyébként tudom, hogy nem az asztala meg, ember nem szívesen bonyolódik ebbe bele, de hát most már azt tapasztaljuk, hogy vezetői felelősség jóformán csak a kulturális szférában van. Itt ezeknek a lépéseknek valaki a felelőse. Annak is, ami mondjuk a napelemekkel történt. Mármint ugye ott is a havi elszámolás, valamit aztán vissza kellett vonni. Itt nem lehet valakire rámutatni, hogy szóval ez most már így sok volt? Nézze, én nem szeretek mutogatni, meg bűnbakokat keresni. Az szent igaz, hogy voltak problémák a számlázás körül, de hangsúlyozom főleg az általánydíjasoknál és gázban. Ami a napelem körül történt, az meg egy tragikomédia volt, mert ott valójában elég furcsa bejelentések történtek, amiket később nagyon helyesen mondott, vissza kellett vonni. Tehát kommunikációs problémák vannak. Az energiaminisztérium még relatíve új, most szedik magukat össze, szerintem a vége jó lesz. Hát most szedik magukat össze, mert miután már a medben megszedték magukat. Bocsánat, ez az én személyes véleményem volt. De jó, csak hogy egyébként ez azért mutatja, hogy egy szabályozás, meg annak az állami oldalán ülni, az más, mint az energiapiacon nagy halként elúszkálni a vízben, és a lehetséges finom falatokat bekapni. Tehát amikor már az emberen ott van az a nyomás, hogy neki kell felelnie egy ország energiaellátásért, akkor azért kiderül, hogy tényleg mennyire kvalitásos embere, vagy sem. Mennyiben lehet azt érzékelni, hogy a háztartások a már általam többször említett megváltozott körülményekre olyan módon reagálnak, hogy megpróbálnak minél inkább energiatakarékos módon eleve felújítani, építkezni, szigetelni, és így tovább. Van-e ennek valami látható jele, hogy az ezzel kapcsolatos beruházások nőnek? Hát sajnos itt egy olyan témára tapintott rá, amiről nagyon nehéz érzelmek nélkül beszélni. A jelenlegi kormány egyik legnagyobb félrelépése az volt, amikor a panelprogramot leállította. Itt nem a rezsicsökkentést kellett volna nyomni, amivel gyakorlatilag extra fogyasztásra ösztönözték az embereket, hisz olcsó volt az áram és a gáz, hanem a panelprogramot, a szocialisták által elkezdett panelprogramot kellett volna befejezni. Múlt héten jelent meg egy tanulmány, amelyik azt mondja, hogy ha a kádárkockákat sikerülne leszigetelni, a lakossági fogyasztás 68%-át meg lehetne takarítani. Az egy őrült nagy szám. De valójában semmi nem történik. A távhős lakásoknak a nagy részében nincs óra, nincs kicserélve az ablak, az ajtó. A távhő árát 2014 óta nem emelték, tehát ilyen a világon nincs. De ugye azért nem tudják emelni, mert ha megemelik, az a 650 ezer lakás, akiket ez érint, az ugye esetleg más irányba szavazna a jövő tavaszi választáson. Tehát ez az, amit ön említett, ez egy borzasztóan fontos irány lenne, ami egyszerűen hiányzik. Kész. De mert mint hova szavazna, ezek ugye önkormányzati cégek többnyire. Nem, hát a lakossági fogyasztókról beszélek. Magyarországon a távhő fogyasztás 80% az lakossági. Tehát nem úgy értem, de a távhő szolgáltatók azok önkormányzati tulajdonban vannak. Az még annál komplikáltabb, mert vannak távhő termelők, vannak távhő szolgáltatók, és van a távhő kassa,
és vannak a végén a lakossági fogyasztók, ott nem minden önkormányzati tulajdonban van, van magántulajdonban is, és van állami tulajdonban is. Értem, akkor ezt bogozzuk egy kicsikét ki, hogy mondjuk Budapesten ez pontosan hogy néz ki? Hát a Budapest egy különleges eset, mert ugye itt egy nagy holding van, ez itt Budapesten önkormányzati konkrétan, viszont aki a távhőt megtermeli, az nem önkormányzati tulajdonban van, hanem az egy külföldi befektető. Itt Budapesten. Mit tanácsolna egy egyszeri fogyasztónak, hogy amikor mondjuk most akar otthont kialakítani magának, melyik energiaellátást preferálja? Magyarországon? És melyik? Nem. Fűtésre is. Úgy általában próbáljuk meg összeállítani egy komplex módon azt, hogy a főzéstől a fűtésig, hogy mi az, ami legideálisabb lehet. Igen, most meg hát tervezünk előre. Tehát ha mindenféleképpen beköttetném a földgázt, mindenféleképpen rakatnék fel napelemeket, ha lehet és amikor lehet egy mini szélerőművet, hogy ez egy másik téma, hogy Magyarországon nem lehet szélerőművet építeni egy kormányzati döntés miatt, és szigetelném a házat, csökkenteném a fogyasztást, és próbálnék a rezsicsökkentett átlag alatt maradni, akkor nagyon kellemes lesz minden. Hát megint pozitív kicsengéssel zárjuk ezt a beszélgetést. Előzőben is ez történt, amikor egy meteorológussal beszéltünk. Most az energiapiaci szakértővel fordultunk abba bele, hogy valamiféle pozitív üzenetet közvetítsünk a hallgatók irányába. Köszönöm szépen Balogh Józsefnek, hogy rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra. És folytatjuk tovább a műsorunkat, Nagykép november, és itt van velünk a stúdióban Vogyerák, Anikó, szia! Sziasztok! Képzeld el, a novemberről beszélgettünk idáig. Mire különböző jutottatok? Hát én azt, hogy pontosan ugyanannyira utálom, mint a műsor az elején. Októbert. Nem teljesen így van. A novembert jobban utálom, mint az októbert, és ahogy aztán csúszunk bele a télbe, úgy utálok egyre jobban mindent. Gyerekkorodban is utáltad? Mikor mondjuk volt még... Na, akkor erről beszélgessünk egy kicsikét, hogy bár te hozzám képest nagyon-nagyon-nagyon fiatal vagy. A valamikor álltunk a Dob utcában, és idén télen, azt hiszem... Csak nem. De. És felfigyeltem egy olyan hókupacra, amelyet a kipuffogó füst azt megfestett feketére. És akkor néztem egy darabig, és rájöttem, hogy én ilyet nagyon-nagyon régen láttam utoljára. Hókupacot? Megfestett hókupacot, ugyanis, hogy elolvad a hó, hogyha esik is. De aztán gondoltam tovább, és mondom, mi hozzád képest azért már meglehetősen régi bútordarabnak számítunk. Mondd ki, öreg. Mi az, hogy mi? Engem ne vonja ide. Hát nem te, nem hát te. A hont meg én. Ja, így hogy van. Én hozzám ki, azt hittem hozzá beszélsz. Hozzá. Jó, köszi, ezt bóknak vettem, igen. De ez nem bók, ez... Hogy láttam-e megfestett hókupacot gyermekkoromban? De nem azt még hagyjál, mert azt meg arra rájöttem, hogy azt láttam még mondjuk egy-két évtizeddel ezelőtt, inkább kettő, hanem az, hogy a gyerekkori élményem viszont az volt, hogy novemberben leesett az első hó, az elolvadt, viszont karácsony előtt leesett a második valamikor, és az megmaradt márciusig. Tehát, hogy a gyerekkori tél az volt, hogy folyamatosan hó van. És ennek most már se híre, se hanva, hogy ennyire szépen képzavarral fejezzem ki magamat. Neked ez megvan, ez az élmény? Nekem az az élmény van meg, nem tudom, hogy az megvan-e például, hogy a karácsonyt ezt hosszú éveken keresztül mindig úgy vártuk, hogy na vajon fehér karácsony lesz-e. És ez szerintem az elmúlt, hát szerintem egy ilyen 5-10 évben gyakorlatilag nem kérdés, tehát hogy ez a kérdéskör, amit így fiatalként vártunk, hogy lesz-e fehér karácsony, ez így egyrészt nem létezik. A másik pedig, hogy nekem van egy gyermekkori élményem, és nem akarom a dátumot rosszul mondani, de ilyen 86-7 körül lehetett. Az a nagy tél. Igen. Amikor én általános iskola elsőbe jártam, és igen, sose felejtem el, hogy ott micsoda hatalmas nagy hókupacokból építettünk alagútrendszert gyakorlatilag a hóba. Na hát ezt az én gyermekem már, és már véletlenül a tieitek sem fogja itt Magyarországon megélni. Abból látszik, hogy mennyivel idősebb vagyok, hogy én akkor elsős gimnazista voltam. Na, ó, és nem kellett súlyba menni. Én meg a kettő között voltam.
és ráadásul, ha már a Dobutca, pont a Dobutcába jártam akkor iskolába egy évig, és az meglehetősen közel volt a lakhelyünkhöz, tehát esetemben ilyen még ez az előny sem volt meg. De a gyereked egyébként ebben még részesülhet. Tehát ilyenfajta időjárási kilengések még lehetnek. Viszont az, hogy mondom, hogy permanensen télen tél van, az eltűnt. Teljes egészében eltűnt. Egyébként te hogy viszonyulsz novemberhez és a várakozáshoz a következő hónapokra? Bevallom, azt szokták mondani, hogy ahogy idősödünk, úgy szépül az ősz. Hát nekem ez nem így van. Nem tudok eléggé idősödni ehhez, hogy mondjuk egy november, amikor... Van ilyen mondás? Van, igen. Ha kinézünk, és akkor ez a latya, ez a esik, borús, de hideg van, de nem tudsz már sétálni, mert a szép fa leveleket nem tudod már nézegetni, mert azok pont már leesésben vannak. Én nagyon nem szeretem egyrészt, másrészt pedig hiába vagyok téli gyermek. Nem tudom, hogy ti mikoriak vagytok, én egy januári gyermek vagyok. Mind a ketten nyáriak vagyunk. Na tessék. Mind a ketten júliusiak. Nekem ennek ellenére 20 fok alatt tél van, tehát hogy egyszerűen nem bírom a hideget, egyáltalán nem bírom a hideget, és ez az időszak indul most, úgyhogy én nem szeretem a novembert. Nem tudok neked egy ilyen üdítő, happy endes nem is kell. Végszót adni, hogy hallom, hogy az adás eleje is így indult. Nem is kell, Anikó, tehát az a helyzet, hogy én azt nagyon szeretem, ha valaki együtt utálkozik. Annál nincsen jobb. Ezzel vagyunk így egy pár. Gyűlölet közösség. Így van. Melyiket utálod jobban? A hideget, a latyakot, a bőröd alá szivárgó esőt, avagy a sötétet. Okay. Nekem a sötéttel nincs annyira bajom. No, de pláne úgy, hogy viszont novemberben ugye elindulnak a nagyon jó kis ilyen mindenféle fénykiállítások. Na tehát, már, amikor mert, ha már itt tartunk, a progresszív önkormányzatok lenne fújják, igen, őket. De ez nem, mert ugye vannak nyilván ezek a kis privát terek, tudjátok, a mindenféle strandokon szokták most ezeket a fényinstallációkat felállítani, nem tudtad? Nem. Brutálisan szép egyébként, és nekünk a szomszédságunkban pont ott van egyébként a római strandfürdő, ahol egyébként most fényárban úszik minden, és ez rettenetesen jó hangulatot ad. Szóval nekem a sötéttel nincs bajom, nekem azzal van bajom, hogy hideg van. Ja, én tudom, hogy van, mert a Somost láttam egy képen valamilyen alatt állni, mármint Somos András átlévés kollégát. Ja, igen, ők is jártak ilyenem. Az a fűvészkertben van, mert ott is volt. Vagy van. És ilyenkor mit csinálnak? Ilyenkor fényszobrokat? Fényszobrok, aha, igen. Még nem jutottam be, de már tavaly voltam ilyenen. Egyébként csilliárdokért vehetsz belépőjegyet, azt azért tegyük hozzá, hogy irgalmatlan költsége van, hogyha egy család szeretne egy ilyenre elmenni, viszont cserében nagyon-nagyon szép tényleg. Mit szeretsz jobban, karácsonyt vagy szilvesztert? De egyértelműen karácsonyt. Ti nagy szilveszterfanok vagytok? Nekem az mindig frusztráló volt, nem? Hogy a szilveszternek jól kell sikerülnie, és egy időben például azt csináltam, amikor tehettem, hogy elmenekültem, és mit vidéken béreltem valami parasztházat, és akkor ott romantikában végig lehetett élni, meg iszogatni azt az egy estét, amikor direkt jól kéne érezned magad, és utána arról szól a fiatalságot, hogy egy hónapig azt kérdezik, hogy hol voltál szilveszterkor, vagy előtte azt kérdezik, hogy hova mész szilveszterezni. Én sem vagyok egy ilyen nagy szilvesztermániás, bár évekig meg volt oldva a szilveszterem, mert valahol koncerteztünk, tehát és akkor nem volt probléma, hogy mit csináljunk szilveszterkor, valahol játszunk. Hont András, te őrület szilveszter bulis vagy? Nem, meghatározó ez. Előbb mondtad, hogy akkor szoktál pihenni. Igen, mostanság már, sőt, volt is olyan szilveszterem is volt, amikor bevállaltam az ügyelést a volt munkahelyemen, a jelenlegi munkahelyeden. Hát még ezt is megcsináltam, az mondjuk nagy show volt Áder János újévi beszédét leközvetíteni. Nem kérdezem meg, hogy. Te is színjózanon. Hát hiszen ügyeletben az ember. Ügyeletben, az nyilvánvalóan. Nem hagyta el szolgálati helyét. Nem, ezek ilyen szigorú dolgok. Valahogy ez itt szóba került valamelyik beszélgetésben, és már csak most a szilvesztert szóba hoztad, és ezt az időszakot, amiben most csúszunk éppen bele, hogy ez évszázadokig
pont ellenkező ritmusban volt az emberiség. Mintán nem lehetett ugye mezőgazdasági munkákat végezni télen, csak olyasmiket, ami felhalmozódott, amit a fonóban el lehetett végezni. Tehát a buli időszak az novembertől tartott böjtig. Farsang. Böjtig, mert ugye... Igen. És hogy ez minthogyha megfordult volna, ami egy hülye dolog, mert amikor amúgy is jó idő van, meg amúgy is az ember tud happy lenni nyáron, akkor van a fesztivál szezon, akkor van a karnevál, akkor van minden, és akkor a tél meg aztán ilyen extra módon zuhan ránk. Ráadásul, ezt Lázár Dodival megfejtettük az első beszélgetésben, a téli koncertek, meg a téli ilyen zárt helyi eseményeknek azért még adott egy hihetetlen nagy pofont a dohányzás tilalom. Pont ezt akartam mondani, igen. Ez szörnyű, amikor ezzel egyébként nem kalkulál egy döntéshozó, hogy a világ komplex, és nem csak ilyen a jó ügyek mentén. És valóban számít egyébként tök mindegy, hogy ki cigizik, vagy ki nem cigizik, de például az ilyen típusú buliknál az olyan evidens volt, hogyha iszik valaki valamit, akkor ott bent rágyújthat, vagy hogyha benne, tehát az, hogy ki kell menned mondjuk ahhoz, hogy egy buliból kiszakadjál, hogy elszívjál egy cigit, és mellette így áll, vagy kikísérje valakit, aki elszív egy cigit egyébként, és mindig a dohányzás közben van a társasági élet, ezt azért pontosan tudjuk, hogy ott dől el minden, és ott derül ki minden pletyka, vagy akármi más. Ez egyébként egészen biztosan hozta azt is, hogy kevésbé szívesen járnak mondjuk a dohányzók akár ilyenből, és akkor hiába vannak ezek a mindenféle kis elcigik, meg nem tudom, mik ezeket sem lehet oda bent használni. Viszont micsoda meglepetés, amikor mondjuk eltévedsz egy olyan országba, ahol ez engedélyezett, és akkor ott viszont olyan fura, amikor bemész, és cigiszagú a ruhát. Túl sok már nincsen. Szlovákia van ilyen a környékünkön. Igen. Nem tudom, hogy Ausztriában éppen most a legutóbbi fejlemények hogy vannak. Legutóbb még tudtam a hüttében dohányozni, de hát ugye a múlt évi sajnálatos események miatt az megelőzően történt. Hát nem sok van. És akkor most én nem az is tudtam, van, hogy Szlovákiában lehet. Lehet, képzeld el. Az van, hogy most akkor van az évnek egy ilyen very happy időszaka, amikor jó idő van, süt a nap, bulizunk, és akkor van egy ilyen teljesen depressziós 3-4 hónap. Nem tudom, én 30 fokba szoktam depressziós lenni. Na jó, van, de te hülye vagy. Köszönöm, ez közszolgálati perceinket hallhatták. Ez volt a Egyébként szerintem nem, ez egy fontos dolog, tehát amikor mindig ilyen hatalmas, nagy megfejtésekbe bocsátkozunk a világ folyását illetően, akkor ilyen nagyon egyszerű dolgokra nem gondolunk, hogy amit az emberiség tényleg kialakított, ahogy együtt élt, és majd aztán bejött a tervezés, hogy akkor meg, hogy sikerült egy lukat csinálnunk a saját életünkben. Sikerült jól megnehezítenünk az életet, mert annyira... De tessék, látod? Tessék, be tudok hozni neked politikát, hogy lehet, hogy ez is a hátterében van. Tadám, figyelj. Stimmel, akkor ez hogy az önkormányzati választást nyáron tartják, amikor mindenki happy. Mindenki happy, és senki nincsen itthon. De nem is ezzel hoztál be a politikát, hanem amikor végre egyszer majd megszervezem saját magamat politikai pártként, akkor ezt is fel fogom venni a programpontok közé, mert ugye az első kettő megvan már, Trianon. Mi kötelező jókedvűnek lenni télen, vagy? Nem kötelező, eltörlöm a telet. Tehát, hogy a több négert Magyarországra, ez első. Második, Trianon Plusz. Itt megszavaztatom majd a lakossággal, hogy évenként melyik települést csatoljuk még el. Akkor, ja nem, bocsánat, ez csak a negyedik, a harmadik a kötelező éjszakai nyitvatartás. Minden településen gondoskodni kell arról, hogy bizonyos lakosság számra hány kötelezően reggelig nyitvatartó szórakozóhely legyen, és akkor a negyedikként pedig eltörlöm a telet. Az ingyen sört kihagytad. Az, mert az a Kovácsék feladata, valamint a Kovács Gergőjék feladata, komolytalan pártokkal nem foglalkozom. Kénytelen, egy koalíció alakul, úgy érzem. Komoly politikai programmal fogok előállni. Szerintem ez tök jó, hogy ezt így a műsor végére akkor abszolváltuk is. További ötleteket a HON programhoz még majd várok a közösségi médiás felületeken keresztül, de egyébként most minden bármennyire elvicceskedtük, szerintem ez egy fontos dolog, Anikó, amit mondtál.
És egyébként szerintem rengeteg embert érint az, hogy, hogy november van, már ez értelemszerűen érint, de hogy, hogy, hogy ezzel... Hát szinte, és hát szinte hát mindenkit, ugye, mindenki. Mentek ti a fenébe. Azok, akik tehát akik az... ilyen időugrásra ezt át tudják ugrani, vagy hibernálják magukat. Kész, just sem fogsz innen kiszekálni. Tehát, hogy az, hogy az, hogy ezzel foglalkozunk, nem az, tehát az, hogy erre reflektáljunk, hogy november van, mert hogy nyilvánvalóan telnek az évszakok, telnek a hónapok, akkor mindig valamelyik másik valami. Na és száraz novemberetek van? It's hard to hold a candle in the cold November rain. Hogy a költőt is megidézzük. Képzeld el, a két napot sikerült száraz novembereznem? Valahogy így. Na, az erős. Az több, mint tavaly? Nem szoktam erre figyelni, véletlenül alakult így. Na hát akkor ez volt november, ez volt a nagy kép, ez volt velünk Vogyarák Anikó, először itt a műsorunkban. Nagyon köszönjük, hogy nem utoljára. Jövő héten jövünk Németh Róberttel. Viszont hallásra. Viszont.